Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt van is Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sorozatban hetedszer nyert a bajnokságban a Nyíregyháza Blue Sharks. Második tavaszi győzelmének örülhetett a Nyíregyháza Spartacus. Három érmet szereztek a nyíregyházi atléták a fedett pályás OB-n. Füzesgyarmaton kezdi a tavaszi szezont a Sényői futballcsapat. Megszerezte szezonbeli 10. bajnoki győzelmét a Sunshine Nyíkse. Folytatta hibátlan idei sorozatát a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Sorozatban 7. bajnoki győzelmének megszerzéséért lépett pályára szerdán a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a PVSK csapatát fogadták. Jól kezdte a mérkőzést az esélyesebb házigazda, a pécsiek azonban az első negyedben tartani tudták a lépést a cápákkal, akik azért így is 5 pontos előnnyel fordultak a második 10 percre. Ezt a szakaszt nagyon megnyomta a Nyíregyháza, 32 pontot szereztek 18 ellenében, így a nagyszünetre már megnyugtató hazai előnynél vonulhattak le a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, a különbség pedig folyamatosan nőtt a két csapat között. Végül 104-70-es nyíregyházi sikerrel zárult a találkozó. Azt kértük a fiúktól a mérkőzés elején, hogy komolyan vegyék a mérkőzést. Az elejének is rakatott a játékunk, illetve a védekezésünk, de aztán belelendültünk. Azt kértük tőlük, hogy próbáljunk gyakorolni védekezés formációkat, illetve támadásban egy-két taktikát, egy-két figurát. Valamikor betartották, valamikor nem. Nyilván egy ilyen mérkőzés, amikor vezetünk 30-an nehéz koncentrálni, de örülök a győzelemnek és annak is, hogy mindenki pályára lépett. 100 pont fölött dobott a csapat, és elfogadható mennyiségű pontszámot kapott, gondolom ez is kifejezetten jó a jövőt tekintve. Így van, főleg a védekezésre koncentráltunk most, próbáltunk valami újat gyakorolni. Nagyjából megvalósították a srácok. Támadásban nyilván 101 pontot az jó, ha dobunk. Még azért lehetne változtatni a támadásunkon, de nyilván azon dolgozunk, hogy jobb legyen. Mennyi tartalék van még a csapatban, hiszen jön egy könnyebbnek számító Békés ellen idegenbeli mérkőzés, aztán viszont jönnek a hazai rangadók, a MAVSZ, a BKG és a Veszprém ellen. Természetesen a jövő hét vasárnapra próbálunk a formát megint időzíteni, illetve utána megint vasárnap. Nagyon kemény két mérkőzés vár ránk. Szombaton úgy gondolom, hogy mindenképpen jöjjünk az esélyesek, hogy megnyerjük a mérkőzést, de ott is komolyan kell venni. 100 pont fölötti dobott ponttal nagy különbséggel nyertetek. Egy ilyen meccs az, amikor igazán érezni lehet a játékot? Fogjuk rá, igen. Nagyon örültem, hogy sikerült megnyerünk ezt a mérkőzést. Szerintem így egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy utolérjük a BKG-t, és meglegyen a negyedik hely az alapszakasz során. Mindenképpen úgy készültünk, hogy ezt a meccset hoznunk kell. Ez már csak plusz pozitívum, hogy sikerült 100 pont fölött dobnunk. Hogy érzed, mitől működik az utóbbi meccseken ilyen jól a játék, hiszen zsinórba 7-szer nyertetek a bajnokságban? Szerintem nagyon jól érezzük egymást a játékosokkal, mint védekezésben és támadásban, és nagyon összeszedettek vagyunk, és szerintem a legtöbb, ami ezen múlik, az az, hogy fejben koncentráltak vagyunk. Remélem, hogy a Békés ellen is ugyanígy fogunk tudni játszani, majd pedig jövő héten a MAVSZ ellen is. Egy picit még tovább tekintve, ugye az előttünk lévő 4 csapatból itthon az oroszlánnyal játszottunk, viszont közülük még senkit nem vertünk meg. Mit vársz a hátralévő 3 hazai mestől? Én mindenképpen győzelmet várok. Ez szerintem csak rajtunk fog múlni és hozzáállásunktól. Szerintem, ha jól fel fogunk készülni a csapatokból, és ugyanígy fogunk játszani, hogy az előző mérkőzésben, akkor nem lehet gondunk. Az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szóltak a meccsről, de gondolom nem feltett kézzel érkezett a Pécs. Mit kérte és mit kaptál abból viszont a pályán a csapattól? Ezt mindenképp kértem, hogy ne feltett kézzel érkezzünk meg. Agresszív védekezést kértem, hogy használjuk a fautokat, hogy lehetőleg minél kevesebb gólt kapjunk, meg támadásban szerettünk volna egy-két dolgot gyakorolni, illetve hát védekezésben is nyilván. Most az első negyedben ezt nagyjából visszakaptam, ott ugye még csak 5 pont volt a különbség, ezt a másik negyedet azt nagyon puhán csináltuk végig, ott kikaptunk 14 ponttal, harmadik negyed megint puhákra sikerült, az 10-zel, és akkor a negyedik negyedben megint használtuk valamire a fautjainkat, meg próbáltunk védekezni, és akkor így megint csak 5 pont lett, úgyhogy összességében mégis elégedett vagyok ezzel a kerettel, ez az eredmény, ez elfogadható. Egy A-csoportos csapat második csapatáról van szó. Mi a cél ebben a bajnokságban, hiszen ez a másodosztály erősebbik csoportja?
Elsősorban az a cél, hogy a fiatal játékosok hozzászokjanak a felnőtt mezőny okozta nehézségekhez. Azon kívül meg, hogy bennmaradjunk ebbe a piros csoportba, hogy a következő generáció is lehetőséget kapjon erre, hogy hozzászokjon és bizonyíthasson. Második tavaszi győzelmét szerezte meg az NB2 25. fordulójában a Nyíregyháza Spartakusz. Zolán Szpisják együttese hazai pályán a sereghajtó Monort verte 2-1-re. A legnehezebb meccsek, mert az ellenfél is itt keresi az utolsó lehetőséget, hogy valahogy belekapaszkodjon a bennmaradásra. Úgyhogy mindenféleképpen nehéz meccsek. Azt mondom, hogy az elején már jól kezdtük, már rúgtuk a gót, már nyomás, még nagyobb nyomást tettük az ellenfélre egy oldalon, másik oldalon meg fel is szabadítottuk őket, mert úgy voltak, hogy mindent egy lapra kell tenni. Próbáltak direkt lejátékkal nyomást tenni a 16-osra és a védőkre, ami azt mondom, valami szinten sikerült is, de mondom, ahhoz képest mondom, a csapat jól viselt ezt a terhelést, találtuk a második gót is, lehetett volna még 2 vagy 3 az első fél időben, ami mindenféleképpen könnyítene volna a dolgot. Az eremény tartotta az ellenfélt a játékban, a meccsbe. A másik fél időben be is találtak egy-egy gólt, belelkesedtek, keresték még azt az egy lehetőséget, hogy akkor valahogy hozzák le X-re. Csapat állta a helyét, tartotta a nyomást, a végén már lehetett még egy-két góllal befejezni, mert ott volt a kis Tarának a helyzete, ott volt Bakkinak a fejese, de mondom, 3 pont érdemes volt, megérdemeltük mindenféleképpen, ezen kell tovább építeni, és erre kell keresni a következő pontokat. Eddig 2 hazai győzelem és 2 idegenbeli vereség a mérleg. Gondolom egyértelmű, hogy mi miatt van benned hiányérzet. Mindenféleképpen az első 2 persze a hazai meccse, de azt terveztük is, hogy így legyen, meg így kell hogy legyen. Idegenbeli meccseket azt mondom, a Buda ősi meccs az, amelyikben látom, hogy inkább mi hagytunk ott egy pontot vagy pontokat, ahol sokkal közelebb álltunk, úgyhogy ember hátrányban is voltunk. Az Elegerszeg meccs meg abban hiányoztam, hogy egy fél időt ajándékoltunk az ellenfélnek, ami az Elegerszeg jól kihasználta, a másik fél időben visszakapaszkodtunk, a meccsbe visszajöttünk, de már késő volt, nem volt elég erő abban 45 percben meg idő, hogy akkor azt a meccset legalább X-re hozzuk. Újabb idegenbeli meccs következik, mégpedig a Vasas ellen, ami nevezhető rangadónak. Milyen plusz kell az eddigiekhez képest ahhoz, hogy ponttal vagy pontokat érjen haza Nyíregyháza? Szóval minden meccs rangadó ebbe az osztályban, mert lehet látni, hogy az eredmények hogy alakulnak, úgyhogy mindenféleképpen arra kell készülni. Egy Vasas ellen, amelyiknek van múltja, meg egy hagyománya, meg tudjuk, hogy kiről van szó. Nehéz meccs vár ránk, mindenféleképpen többet kell adnunk az idegenbeli meccsre, mint idáig mutattunk. Még szervezettebb kell lenni, még határozottabban kell futballozni, még bátrabban bele kell menni a meccsbe, és ha ezt be tudjuk építeni, akkor mindenféleképpen eredmény is jönni fog. A csapat 6 pontot, te pedig 5 gólt szereztél eddig tavasszal. Elégedett vagy ezzel a szerepléssel? Az túlzásnál, hogy elégedett vagyok, mert szerintem többet tudtunk volna gyűjteni, mint 6 pont. Tehát azért ott volt a Budaörsi meccs. Szerintem ott is minimum egy X-et be kellett volna húznunk. Ugye most az Alágerszeg ellen ott volt egy elég érdekes szituáció, amikor ugye a játékvezető nem ítélt büntetőt, akkor volt egy szabadrugásunk, amiben szerintem több volt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 8 pontot minimum kellett volna szereznünk. A saját teljesítményedről nem beszéltél, az 5 góloddal mennyire vagy elégedett? Azzal elégedett vagyok, ugye, ha azt nézzük, hogy ősszel 4 gólig jutottam, most pedig 3 meccs alatt rúgtam 5-öt, azért ez egy szenzációs élmény, meg próbálom megtartani ugyanezt a formámat, aztán a csapatot hozzásegíteni a góljaimmal a jó szerepléshez. Minek köszönhet ez a gólerős játék? Más szerepkörben játszol, más a szerkezet, vagy egyáltalán meg nagyobb bizalom van az edző részéről, mint korábban? Én úgy gondolom, hogy nagyobb bizalmat is kapok, meg azért most már támadunk. Tehát nekünk ez jó, hogy támadó futballt akarunk játszani, letámadjuk az ellenfelet, és ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Az eddig szerzett 6 ponttal a középmezőny aljára kapaszkodott fel a csapat, gondolom az öltözőben azért téma, hogy mivel lenni tek elégedettek a bajnokság végén. Persze szeretnénk minél előrébb végezni, meg ugye azt tudja mindenki, hogy ahol most állunk, az nem ránk volt, tehát mi sokkal jobb csapat vagyunk, mint amit a tabellán látunk, ugye nekünk elő kéne lenni, bőven a dobogóért harcolni, nem pedig itt hátul küzdeni a kiesés ellen, meg menekülni.
két idegenbeli mérkőzés következik a Vasas majd a Siófok ellen. Hány gólt ígérsz a szurkolóknak erre a két meccsre? Ugye tavasszal mindenben nem szerzett pontot a csapat. Igen, én nem szeretek előre, de igyekszem minél több gólt szerezni a két meccsen. Meg ugye meg szeretnénk nyerni mind a kettőt, tehát nagyon fontos lenne. Három érmet szereztek a nyíregyházi atléták a budapesti fedettpályás országos bajnokságon. Bakosi Péter magasugrásban, Zajász Petra pedig hármasugrásban lett az első. A szintén hármasugró Pár Robin a második helyen végzett. Aránylag kis létszámú csapattal vettünk részt, hiszen nem minden szakág építette be a felkészülésbe a fedettpályás versenyeket. Itt például a futók nem indultak most, inkább a nyári versenyekre készülnek. Ez azt jelenti, hogy 7-en, illetve 8-an vettek részt a bajnokságon, és ebből két bajnokot sikerült, illetve két bajnokságot sikerült nyernünk. Bakosi Péter magasugrásban, egyéni csúccsal, 2-22-vel, illetve Zajácz Petra a hármasugrásban szintén egyéni csúccsal nyerte a versenyszámát. Mellettük volt-e még érem? Igen, kicsit balszerencsés volt Pár Robin, aki 5 centivel kapott ki, és így második lett, illetve a dobók még a szezon elején vannak nagyon, Kerekes Taci negyedik, Káplár Jani ötödik lett, és a dobók között voltak még fiatalok, akik megmérkőztek a felnőttekkel, és ott tisztességesen helyt tudtak állni. Nem tört meg egyik 8. felett pályás bajnoki címet, ezt szerezted meg a legutóbbi országos bajnokságon. Milyen reményekkel, milyen formában utaztál az OB-ra? Örülök neki, hogy sikerült megszerezni a 8. felett pályás bajnoki címemet. Már éreztem magamban egész szezonban, hogy ebből jóval több lehet, mint amit eddig produkáltam. Ugye a verseny előtt 218 centi volt a idei legjobb, ami ezt Németországban van helyenbe ugrottam. Ott is több volt a versenyben, a kinti edzőm, ugye Tamás és ezt beszéltük, hogy van egy-két hiba, azt még ki kéne javítani, és akkor ebből még bármi kisülhet. Hát ugye ennek a versenynek is úgy kezdtem el, hogy szépen megfontoltan, nem elsiettem, és hát szerencsére megjött a eredménye is. 22-vel sikerült megnyerem a versenyt, és a 24-es se kell sok. Mennyire vagy elégedett az eddigi fedett pályás szezonban mutatott szerepléseddel? Eddig teljesen elégedett vagyok vele, mivel sikerült megjavítanom a fedett pályás egyéni csúcsomat. Sajnos ez egy 4-5 éves átok rajtam, hogy folyamatosan fedett pályán 2-20-nál nem tudok nagyobbat ugrani, de most ez sikerült áttörnöm, és úgy gondolom, hogy ha még lett volna egy-két versenyem, akkor ezt még tudnám javítani. Biztos, hogy vége a fedett pályás szezonodnak? Ez egy nagyon jó kérdés. Jelenleg ez az eredménnyel a Európa Langistán 16. vagyok, szóval még én úgy számolok vele, hogy nem lesz verseny, de ki tudja, akár belecsúszhat még egy verseny. Tekünk még egy picit távolabbra. A felkészülés, a téli felkészülés után milyen reményekkel, mennyire optimistán várod a tavaszi nyári versenyszezont, aminek a kezdés egy picit még azért odébb van? Igen, a tavaszi szezont most fogunk leülni Tamással megbeszélni, hogy hogyan tovább. A tavaszi szezonom úgy látszik, hogy nagyon sűrű program, ez is nagyon hosszú lesz, mivel a világbajnokság az szeptember végén lesz, és októberbe fog átcsúszni, de emellett lesz egy univerziádé, lesz egy európai játékok, Fejér Oroszországban, és még ha minden igaz, egy csapat Európa-bajnokság, de erről még semmit nem tudni. A szinteket az elmúlt években meglehetősen magasan állapították meg magasugrásban. Most lehet-e tudni valamit az univerziádi szintről, a VB szintről? A VB szintről ugye lehet tudni. Be akartak vezetni egy új rendszer, de úgy látszik, hogy ez a rendszer ez nem fog működni, így maradnak a régi rendszer mellett, ami azt jelenti, hogy 230 centi kell ahhoz, hogy kvalifikáld magad, vagy pedig, hogyha nem teljesíti annyi ember, akkor meg meghívás alapján fog történni a feltöltés. A 8. fedett pályás bajnoki cím is 2-22-es egyéni csúcs, mennyire vagy elégedett Peti OB mutatott teljesítményével? Hát az igazság az, hogy vártam tőle az egyéni eredménynek a megjavítását. Wernheimben volt Németország belőző héten versenyen, és nagyon jól ugrott. Tamással egyeztettünk, mondta, hogy nagyon-nagyon jól mozog, nagyon jó állapotban van, nagyon jó hangulatú verseny volt, és feldobva jött haza Peti, és mondta, hogy nagyon készül a bajnokságra, mert ugye két héttel ezelőtt megverték itthon, kikapott, és ő azt mondta, hogy nem ad esélyt arra, hogy megverjék, nagyon fog készülni, szeretett volna Európa-bajnoki szintet ugrani, de hát végül is ez a 222 centi, azt gondolom, hogy egy elmozdulás. 5 éve minden évben 220 centit ugrik fedett pályán, de ő is nagyon, nagyon elégedett ezzel.
Mekkora megerősítés ez a télen, főleg Németországban elvégzett munkának, és mekkora önbizalmat adta számára a folytatást illetően? Nagyon kellett ez az eredmény. Tavaly nyáron nagyon mély pontra került Péter, nem igazán jöttek be az eredmények, nem úgy ugrott nyáron se, ahogy várta, és már a visszavonulás gondolatával foglalkozott. Igazából ez az eredmény az, ami újra a hatalmas lökést adott neki. Tehát nagyon jó hangulatba várja, és azt mondta, hogy készül nagyon a nyárra. Lesz univerziádi, csapat Európa bajnokság, világbajnokság, tehát van bőven olyan nemzetközi verseny, amire lehet készülni. Ezzel az eredménnyel is már több nemzetközi versenyre remélem meg fogják hívni, ahol olyan körülmények között tud ugrani, ahol lehet végül is vannak ellenfelek, és tud jó eredményt elérni. Az NB3 keleti csoportjának 6. helyén várja a tavaszi folytatást a Sényői futballcsapat. Az újonctól 3-an távoztak a téli szünetben, helyükre 4-en érkeztek. 4 játékos érkezett hozzánk, a Lakatos Bence Tarpáról, a Lizák Bence Gyöngyösről, Kapucina Valer Mosonmagyaróváról és a Bernát Martin Nyírbátorból érkezett. A Takács Ádám Balkányban folytatja, Habulcsák Krisztián Ibrányban folytatja, és távozott még tőlünk egy játékos, Marics Gábor, ő pedig Apagyon folytatja. Hány edzőmeccset játszottatok a téli időszakban, milyen szempontok alapján választottatok ellenfeleket, és hogyan alakultak a meccsek? 8 edzőmérkőzést játszottunk a felkészülés során, Nyíl Gyulajjal kezdtük, ő egy alacsonyabb osztályú ellenfél volt, aztán pedig próbáltunk egyre jobb játékerőt képviselő csapatokkal játszani. Az edzőmérkőzések nem sikerültek rosszul. A Debrecenben is játszottunk egy edzőmérkőzést, ott a két fél időben két különböző csapattal játszottunk. Az első fél időben azzal a csapattal játszottunk, aki az Ajka elleni Magyar Kupa mérkőzésen a pályára lépett, a második fél időben pedig a Debrecen U19-es csapattal játszottunk, illetve játszottunk a végén Ibránnyal és a főpróbát pedig Tájával. A távozók és érkezők száma nagyjából megegyezik, hogy érzitek a játékos keret erőssége, milyen irányba mozdult el? Úgy érezzük, hogy erősödött a játékos keretünk mindenféleképpen, ennek megfelelően várjuk a tavaszi folytatást. Lehet azt mondani, hogy bár az eredményeket, a tabellát nézzük, az ősz eredményeket, akkor talán ki is jelenthet, hogy beleerősödött az NB3-ba ez a Sényű? Reméljük, hogy beleerősödtünk, bár még azért nem vagyunk biztos bennmaradók, úgyhogy szeretnénk mindenféleképpen minél hamarabb elérni azt, hogy biztos bennmaradók legyünk, és utána a szezon második felében pedig arra törekedni, hogy minél jobb helyezést érjünk el. Azt szokták mondani, hogy tavasszal mindig jobban meg kell küzdeni a bajnoki pontokért, mint ősszel, hiszen nagyon sok csapat átalakul. Az őszi 16-tal szemben tavasz a 14 meccs vár a Sényűre. Milyen hangulatban, milyen reményekkel várjátok a folytatást? Tisztában vagyunk vele újonc feljutó csapatként, hogy az ősz az általában mindig jobban sikerül. Ugye még viszi a csapatot a lendület, valamint még ugye az ellenfelek annyira nem ismerik őket. Aztán ugye, mivel egyre jobban megismertek minket, meg letettük a névjegyünket, úgy gondolom az NB3-ban is, ezáltal biztos egy sokkal nehezebb tavasz vár ránk. Az NB1-ben, NB2-ben ugye gyakorlatilag minden meccset felvesz valamilyen televízió, fel lehet készülni az ellenfelekből, itt az NB3-ban hogyan tudtok felkészülni egy ellenfélből? Általában majdnem minden meccsünket nekünk is veszik, főleg a hazai meccsünket, aztán a kollégák által, valamint ugye sok segítséget kaptunk Nyírbátorból is, mert ugye ők adták nekünk az ellenfeleket, és mindig átbeszéltük velük a soron következő mi ellenfelünket, aztán így próbáltunk mindig készülni belőlük. A tavaszi nyitófordulóban Füzegyarmaton lép pályára a Sényű. Milyen mérkőzés várható? Nem lesz egyszerű mérkőzés, főleg így első meccsre, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat és nagyon jól dolgoztak a fiúk ahhoz, hogy bizakodóan várjuk ezt a mérkőzést. Itthon is egy nagyon jó és nehéz mérkőzés játszottunk velük, erre számítunk ott is, de felvesszük a kesztyűt és reméljük, hogy a lehető legjobban jövünk majd ki belőle. Szó esett már arról, hogy a hivatalos célkitűzés továbbra is a biztos bennmaradás, azért gondolom a szurkolók körében, a játékosok körében, az öltözőben megfogalmazódott valamilyen konkrétabb cél is. Igen, ugye elsősorban, hogyha azért nem kiabáljuk el, de valószínű, hogy ez azért már ugye 6. helyen állunk, nem lehet gond, de ugye még nem biztos matematikailag semmi, de mint ahogy mondta a kollega is, hogyha ez megvan, akkor utána már arra kell törekedni, hogy minél jobb helyezést érjünk el, és minél stabilabb csapat legyünk ebbe az NB3-os mezőnyben.
megszerezte 10. bajnoki győzelmét a Szentsenyise. Kovács Tibor együttese Békés Csabán győzött 84-61-re. A realitások előzőleg is azt mutatták, hogy győzelmi esélyeink vannak. Az tisztában voltunk, hogy egy középmezőnyhöz tartozó csapat azért már felkészültségben is oda számít, hogy nagyon komolyan kell venni a mérkőzést. Idegenben játszottunk, de összességében a felkészülésünk és a hozzáállásunk is maximálisan jó volt a mérkőzés előtt, illetve a mérkőzés alatt is, és sikerült ezt a papírformát érvényesíteni, és időnként egészen jó játékkal is. Ezen a mérkőzésen kik kaptak szerepet, a rutinosabb játékosok, fiatalok, vagy pedig vegyesen? Visszatérve a Békés Csaba előtti gyulai mérkőzésünk, az egy kicsit könnyebbnek ígérkezett, ahol elsősorban a fiatalok játszottak és szereztek rutint. Ezen a mérkőzésen teljes csapattal képviseltük a Sunshine színeit, és természetesen a legjobb összeállításban kezdtünk, a jelenlegi legjobb összeállításban, de a mérkőzés alakulása alatt azért a fiatalabbak is szóhorba, illetve játékhoz jutottak, és azért elég sok játék lehetőséget is kaptak. A 20 pont fölötti győzelem azért ezt lehetővé is tette, hogy mindenki játszott a mérkőzésen, és tudta bizonyítani tudását. Észre lehet venni meccsről meccsre, hogy fejlődnek a fiatalok, hiszen azért az elmúlt meccseken meglehetősen sok játékpercet kaptak. Igen, mindenféleképp, néha kisebb surlódásokkal, néha zökkenőmentesen, de igyekszünk belőlük tőlük a legjobbat elvárni. Ez mikor, hogy sikerül, és azért azt is próbáljuk szem előtt tartani, hogy tanulás, ők elsősorban tanulás mellett csinálják és folytatják ezt a játékot, ott is sok mindenre kell készülniük, és ha egy mód van rá, szeretnénk sikerélményt okozni nekik. Ez nem mindig sikerül, de igyekszünk az, hogy a hosszabb távon azért próbáljanak profitálni ebből, mindegyénileg, és ha ez sikerül, akkor a csapat hasznára is lesznek. A következő forduló egy hazai rangadóvár a csapatra, a Debreceni Campus Fesztivál együttese érkezik, ellenük milyen esélyekkel léphet pályára Szentsenyise? Igazából a tabellára nézve és az előző évek tapasztalatait is figyelembe véve egy rangadónak ígérkezik. Az a tisztában vagyunk, hogy az összjáték erőt képviselve ők egy rutinosabb és erősebb csapatot alkotnak, mint hogy az előző évben is, illetve azt megelőző évben is próbáltunk bravúrokra szertenni, ami sikerült is. Most is erre törekszünk, hazai pályán játszunk. Az elmúlt 2-3 mérkőzés, még ha vereség is volt, adott esetben a Szolnok ellen már voltak olyan biztató időszakai a csapatnak, ami egy felfelé velő játékot bizonyít. Az újabb játékosaink is már beéleszkedtek a csapatba. Szeretnénk meglepetést okozni. Az eredetileg kiírt pénteki időpont helyett mikor lesz a mérkőzés? Igen, az ellenfél kérésére péntek helyett szerdán játszunk, nem bolygattuk az okait. Amatőr csapatokról lévén szó, nincs nagy távolság. Én azt gondolom, a sportszerűség ez diktálta, hogy próbáljunk ezen is segíteni. És akkor, ha péntek helyett szerdán, akkor szerdán próbáljuk megverni ezt a debreceni csapatot. Folytatta idei hibátlan sorozatát a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK idegenben a Sajó Bábony ellen nyert 7-1-re. Várthoz képest úgy gondolom, hogy mindenképpen könnyedebb mérkőzés lett a vége. Ez a Sajó Bábonyi csapat odahaza minden csapatra azt lehet mondani, hogy veszélyes, mert egészen eredményes pályáról beszélünk, és így most sem volt másképp, azt lehet mondani, az első körben azért még kellett izgulni, bár ugye a Magyarorsi Péter a 600 fa feletti teljesítménye az mindenképpen megsüvegelendő volt ezen a találkozón, és ez egy nagyon fontos pluszfát jelentett, több mint 100 fával verte meg az ellenfelét, aki a hazaiak egyik legstabilabb játékosa volt, és mégis fél időben cserét kért. Tehát ez is már előrevetítette, hogy ezek a bábonyi fiúk sem olyan acélosak minden egyes alkalommal. Azonban mellette a Kastura Zsoltnak nem sikerült a pontszerzés, a hazaiak másik stabil emberétől közel 60 fát kapott, tehát itt látszódik az, hogy óriási kontrasztok lehetnek ebbe a pályában, hiába játszik valaki jól, vagy akár lehet szerencsésen nagy fát is ütni. Egy-egyre álltunk az első körben, de már 60 fával vezettünk, és ez már megalapozta a középső sornak a sikerét. Ekkor a Fehér Béla szintén 600 fa felett teljesített, maga biztosan hozta a fontos csapatpontot, míg mellette a megfázással küzdő Szegő Levente 60 dobásig bírta, aki szintén 600-as részeredménnyel fordult fél időben, és mindenképpen cserét kért, mert nem igazán bírta
a úrításukat. Szójka Miki viszont beugrott helyett, és nagy nehezen, de mégis megcsinálta néhány fával a csapatpontot, és ekkor látszódott, hogy már 110 fával vezettünk 3-1 arányban, és a Hakker Dezsőnek, illetve jó magamnak már csak le kellett játszani ezt a mérkőzést, meg kellett tartani a csapatfát, azonban nem teljesen volt ez így, ugyanis a Hakker Dezső 564 fával megszerezte a csapatpontot, míg nekem is 561 fával szintén csapatpont került a nevem mellé, és így alakulhatott ki, hogy a papíron láthatóan kicsit egyszerűbb, de mégsem volt annyira egyszerűen ez a 7-1-es vendéggyőzelem. Rendületben van a csapat, a rendületre szükség is van, hiszen a hétvégén a BKV előre érkezik a Városi Stadion Tekecsarnokába. Az elmúlt hetekhez képest változott a kép, az Eger helyett most már a BKV előre a legnagyobb rivális a feljutásért vívott harcban, úgyhogy megint azt kell mondani, hogy kötelező a győzelem. Hát az jó dolog, hogy hazai pályán fogadjuk a BKV-t. Hozzáteszem, hogy a tavaly évben sok borsot törtek az orrunk alá a Szuperligában. Remélem, hogy idén ez már nem lesz így, bár hazai pályán lyukon botlottunk. Majdnem azt mondom, egy kiki mérkőzésen sajnos alul maradtunk velük szembe, úgyhogy mindenképpen vissza kell vágnunk. És hogyha hozzáteszik, hogy még mondjuk nekik van egy elmaradott mérkőzésük, ha azt behúzzák, akkor is egy ponttal vezetünk előttük, tehát mindenképpen egy fontos találkozó lesz számunkra, hogy tőlük is eltávolodhassunk. És azért még hozzáteszem, hogy az Eger is még lőtávolban van hozzánk képest, tehát még nem olyan egyszerű itt a végkimenet előtt a bajnokság végeredményét tekintve. Most valóban egy nagyon fontos mérkőzésünk. Úgy látjuk, hogy a Béka előre hazai pályán nagyon necces mérkőzést játszott a Báton terenyét, éppen hogy csak meg tudta verni. Bízunk benne, hogy nincsenek még annyira jó formában, és mindenképpen a hazai pálya előnyét, illetve a nagy lendületünket ki tudjuk használni, és egyértelműen csak is a hazai győzelem jöhet számításba. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.